tisztelt amatőrtársak, kedves kollégák! Egy viszonylag egyedi lehetőségről szeretnék beszélni most, Schwab-hegyi csillagvizsgálóval kapcsolatban. Röviden bemutatnám a csillagvizsgálót, illetve nagyon rövid szavakban az elején, hogy izgalmat fenntartsam. Ugye egy 60 cm-es távcső található a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, és hamarosan ebbe majd bele lehet nézni, és ezt tárgyalnám, illetve taglalnám egy kicsit részletesebben. Schwab-hegyi csillagvizsgáló hivatalos nevén az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézete. Ez a Normafa mellett van fönt Budapesten. Magyarország legnagyobb csillagászati kutatóintézete van itt, illetve a kutatóintézethez kapcsolódóan vannak kupolák és csillagvizsgáló távcsövek, illetve műszerek. Történetét tekintve, az Ógyalai csillagvizsgálóból ered a távcsöveknek egy jelentős része. Ugye az első világháború után Trianonnal kapcsolatban nyilvánvalóvá vált, hogy az Ógyalai csillagvizsgáló nem lesz többé Magyarország legnagyobb csillagvizsgálója, és akkor kezdtek el ötletelni, hogy építeni kellene egy csillagvizsgálót, és ez Budapesten, a Schwab-hegyen történt meg. 1921-ben kezdték el az ottani intézetnek az építését. Elsősorban Klebersberg, Kuno és Tas Antal és többiek közbenjárásával. Először egy kis csillagda készült el, aztán a főépületet is elkezdték építeni, és a nagy terv is megvalósult később, egy 60 cm tükörátmérőjű Zeiss, Cassegrain, illetve Newton távcsövet tudtak építeni. Meglehetősen nagy és szép, ikonikus kupola épületben, ez ma is ott van, Schwab-hegyen. Holnap mostani állapota található itt, és az a jó hír, hogy ez remélhetőleg hamarosan frissülni fog. A csillagdát 2013-ban használták utoljára tudományos kutatásra. Budapesten megnőtt a fényszennyezés, illetve azóta megépült Piszkéstetőn egy sokkal fejlettebb, felszereltebb és sokkal jobb égboltról művelhető csillagászati kutatóközpont, a Piszkéstetői megfigyelő állomás, és ott zajlanak ma a magyarországi megfigyelések jelentős része. Igazából ebben a 60 centis távcsőben, illetve kupolában az utóbbi néhány évben nem készült professzionális, tehát kutatói megfigyelés. Az a jó hír viszont, hogy a csillagvizsgálónak az épületét kívülről már felújítottuk, nem tudom, királyi többesben beszéljek-tuk, az jobban hangzik, és most zajlik a távcsőnek a szerelése. Erről esetleg, hogyha részleteket kérdeznek, majd Kuli Zoltán műszaki osztályvezetője tud részletesebb dolgokat mondani. Most meglehetősen nagy rendetlenség van a kupolában, le lett festve már a tubus. Szerintem erről lesznek képeim is. Aha, lesznek itt képek. Szét van szedve ilyen méteres, másfél méteres darabokból lehet összerakni. Iszonyatos vascső. Nem tudom, hány tonna maga a tubus. Több tonna maga a tubus. Másfél tonna az ellensúly, azt hiszem. Ilyen szép nagy méretes készülék a nagy távcső. Két üzemmódban lehetett használni. Elején lehetett cserélni magát a blokkot. Egy síktükrös oldalra kivetítő segédtükörrel Newton üzemmódban lehetett használni, meglehetősen nagy látómező mellett. Ennek a hátránya az, hogy egy 5 méteres távcsőnél Newton üzemmódban ugye elég magasra kell fölmászni ahhoz, hogy bele lehessen nézni, illetve kamerát lehessen a végére rakni, illetve Cassegrain üzemmódban is lehet használni, le lehet cserélni magát az egész segédtükörtartó blokkot, és akkor egy hiperboloid segédtükörrel, távcső fenekébe lehet kivinni a fényutat, na ez már sokkal kultúráltabb, mert alulról lehet belenézni, és sokkal biztonságosabb is a helyzet. Hamarosan összerakásra, illetve felszerelésre kerül ez a nagy műszer, és nem csak ez lesz ott, hanem néhány refraktor lesz fiahordó szerelésben rápakolva. Többek között 300x4500-as F/15-ös Zeiss refraktor, Magyarországnak a legnagyobb lencsés távcsöve.
lesz mellette 250-es, szintén F15-ös Konkoli féle refraktor ógyalláról, illetve 200/3000-es szintén akromát refraktor fiahordó szerelésben. Akik voltak itt a táborban és elnéztek a észlelő réten napközben a lúntávcső felé, azok bele is nézhettek, 150 mm-es nagy lúntávcső, egy hidrogén alfa naptávcső is rá lesz szerelve. Emellett van egy 100/1000-es refraktorunk, amiben egy lúnt kalcium-K modult fogunk belerakni. A kalcium-K az 393 nanométer, a távoli ultraibolyában lehet megfigyelni vele a alsó kromoszférát a napon. Igen, ezek lesznek a nagy kupolában. Van egy kisebb kupolánk is, egy 150x2250-es Zeiss AS objektív van ott, egy QD szerelésű távcsővel. Nagyon nagy élmény azt tekergetni, meg vezetni, teljesen mechanikus, és mint a motornak a gázkarja, olyan a deklitengelynek a hajtókarja, csodaszép a műszer, és rendkívül pontos, tehát a napról koordináták alapján átállsz bárhová, és teljesen látom, az ülek közepén ott van az objektum. Ez maga a hatos kupola a QD távcsővel. Hát a képeken annyira nem néz ki, vagy nehéz elképzelni, hogy a QD távcsövek olyanok, hogy a összehajtogatott refraktor, és a fénymenet magában a rektatengelyben van kivezetve. Az a nagy előnye, hogy mindig a nagyjából 45 fokos rektatengely végén van az okulár kihúzat, tehát akárhova állítjuk a távcsövet, mindig pontosan ugyanonnan kell belenézni. Ez a nagy hosszú cső itt a végén, ez egy napkivetítő ernyő tartó, amire a napnak a képét ki lehet vetíteni egészen szépen ilyen, hát olyan 30 centis méretben körülbelül. Milyen felszereltsége lesz magának ennek a csillagvizsgálónak, illetve 60 centis távcsőnek? MTA-nak a pályázatán sikerült egy kutató-oktató szaklaboratóriumra forrást találni, és ennek kapcsán szereztünk be eszközöket, amikkel úgy gondoljuk, hogy egészen izgalmas tudományos szintű kutatások is végezhetők. Van egy nagy CCD kameránk, egy Atik 11000-es mono CCD hűtött kamera, ez ilyen 4000x2600 pixeles, 9 mikronos pixel méretben, 16 bit, és 37 milliszer, 25 millis a szenzor. Ott a vonalzó rajta, nem sok látszik a képen így, de meglehetősen szép, nagy ilyen DLSR méretű szenzora van. Hűtött CCD kamera, nem kell sokat várni, hogy látványosan előjöjjenek a mélyégobjektumok. 20-30 másodperces expókkal már ilyen szinte kész mélyégobjektum szintű részleteket elő lehet vele csalni. Van egy nagy spektrográf, egy Shellyák-Liza spektrográf. Ez egy kis felbontású, nagy érzékenységű spektroszkóp. 23 mikronos résen ezervonalas a felbontás. Vizuális tartományra van optimalizálva, 400-700 nanométerig működik jól. Különböző résméretek vannak 15-35 mikrométerig. És ott van Hölgyi Attila kezében a AK-47-essel. Ez egy méretes darab. Itt kell rádugni a távcsőre, és van neki egy, azt hiszem ez a guiding kamerája, ez pedig maga a rögzítő kamerája a spektroszkópnak. Két Atik kamera van rajta. Jó kis spektrumokat lehet vele csinálni. Ez is szerintem hűtött a kamera rajta. Ott van alul egy ilyen kép, azonosítva már a csúcsokkal. Elég jó felbontása van, és fényérzékeny is. Lesz egy 60 centis távcső hozzá, tehát a fénygyűjtő oldal is biztosítva lesz. Itt van a Lund 150-es távcső, ezt a réten megnézhetitek, aki még nem nézte meg, illetve érdekli, hogyha van még napunk, akkor olyan délig, fél egyig még kint leszünk, bele lehet nézni. Nagyon-nagyon látványos. Nem csak a protuberanciák a szélén, van most ugye egy hatalmas forcsoport, és iszonyú gyönyörű plázsrégiók körülötte if-filament rendszer, ahogy ágazik ki a plázsokból a foltok mellett, nagyon-nagyon szép. Van egy kis lunt, de valószínűleg webkamerát fogunk tenni azért, hogy közvetlen élőben ki lehessen vetíteni a napkorongnak a képét bemutatáskor. Itt a kalcium-K modul, ezt is ki lehetett tegnap próbálni. Van egy nagy Herschel prizmánk,
lesznek nagyobb szenzor méretű ASI kamerák, monitorok, laptopok, stb. Miről szól ez az egész? Ja, itt van egy kép, hát nem tudom mennyi látszik ebből, ezt most az ifjúsági táborban csináltuk, kálcium K-ban van egy korong részlet belőle, két kis plázzsal, illetve maga a szupergranuláció nagyon szépen megfigyelhető, ilyen sötét közepű és világos, ilyen kis fáklyapontszerű, forró kromoszféra rétegekből álló körbezáró hatszögek sejtek. Ez a luntávcsővel készült, ez szerintem nem látszik, itt nagyon sötét a kép, egy gyönyörű szép protuberancia rendszer van, nagy forcsoport fordult ki a napnak a szélére, és ilyen több rétegű volt az egész szendvics, nagy maga a fluxus furok mentén menő nagy ívek voltak, egészen magasra törő ilyen jetszerű protuberanciák, és akkor a fluxus furok íve alatt, mint egy hídnak az ölelésében, a kis ívfilamentumoknak a játéka, és rózsaszerűen, csokorszerűen nyíltak kifelé. Spikulákat meg jobb oldalon, jobbra, bal oldalon, meg balra fújja nem a szél, hanem a mágneses erőtér. Ezt azért raktam be, ez egy olyan napon készült a napról, amikor teljesen üres a napkorong, ez ugye napfolt minimumban sajnos nem ritka, egyetlen egy folt sem volt a napon, a legvásottabb szemüvek a szélén egy-két ócska kis fáklyamezőt meg tudtak látni, és akkor a korong közepén kálcium K-ban tűnt fel, hogy azért zajlik az élet, egészen szép ilyen plázsrégiók, K-formálódó területek voltak, és amikor megnéztük H-alfában nagy nagyításon, hát nem hiszem, hogy ebből sokat láttok, de ugyanúgy azonosítani lehet egyenként a plázsakat az ívfilament talpontoknál, és maga az ívfilament rendszernek a gyönyörű kis ívei jönnek kifelé, csodaszép, és mondom, teljesen üres és szűz napkorongon. Ez meg egy GIF animáció, egy Ellerman bombáról. Itt van maga a nagy kiforduló napfolt, a napfoltnak a penumbrája. A penumbra körül kálcium K-ban egy fényes gyűrű látható, és ebben a fényes gyűrűben bukkant elő, hogy azt mondja, 11 óra 41 UT-kor készült a felvétel, nagyon szép kis mikroflare, egy Ellerman bomba. Közben fordult a nap, ugye elég nagy, 10.36 és 11.41 között készült a két kép, tehát fordult már kifelé a csoport, és akkor ott villog a bomba, ami nem bomba, hanem egy mikroflare, így filament átkötődés során keletkező mikroflare. Jó! Szeretettel várunk mindenkit! Miről szólt ez az előadás? Arról szólt, hogy Kis László az intézetnek a vezetője, ezt bizonyára sokan tudjátok, és ő meghívását tolmácsolva adnám át, hogy nagy szeretettel várunk Svábhegyi csillagvizsgálóba minden amatőrt, aki szeretne igényes, értelmes észleléseket végezni. Laci azt szeretné, hogyha ez egy nyitott és sok mindenki által használt csillagvizsgáló lenne, és ebbe az is beletartozik, hogyha amatőrök szeretnének megfigyeléseket végezni, és ez a megfigyelés lehet egészen egyszerű vizuális megfigyeléstől kezdve, az itteni hűtött CCD kamera meg spektrográffal induljon be a fantázia, bármiféle egészen tudományos szintű kutatásig izgalmas dolgokat nézni, akkor erre lehetőség van. Milyen módon, illetve milyen feltételekkel? Értelmes észlelési programokat támogatunk, tehát ha valaki a 60 centis távcsőről a Andromeda ködöt akarja nézni, akkor az lehet, hogy nem lesz túl élménydús, meg eseménydús. Ugye a távcsőnek a két incsen körülbelül 1/5 fokot fog leképezni. Ezzel kell kalkulálni, illetve kalibrálni. Tehát 5 centis kép az olyan 1/5 fok égterület. Tehát mondjuk fátyol ködöt ezzel nem fogunk fotózni nyilván Budapest közepéről. Ezt figyelembe kell venni. Észlelésekre előre be kell jelentkezni nyilván, ha valaki húzamosabb ideig szeretne műszereket használni ott, akkor ezt tudnunk kell előre. Lesz kupolaidő, illetve távcsőidő ugyanúgy, mint egy rendes csillagvizsgálóban. A érdeklődő csoportok is, illetve a észlelni kívánt amatőrök is jelentkezzetek belőle, és akkor minden lehetséges. Kupola használat rendjét nyilván a helyszínen mondjuk majd el. Anyagi felelősségvállalás szükséges, ez főleg akkor szükséges, hogyha valaki akár rendszeres észleléseket szeretne ott folytatni, többször feljön önmagában, akkor nem olyan olcsó, hogy a 3 millió körül volt ez a spektrográf, ne csusszanjon ki az okulár kihúzatból, mert akkor összetörük és tönkre megy.
amik készülnek itt felvételek, ott csak annyit kérünk, hogy ezeket a felvételeket a szerzőnek, a teljes szerzői jogú feltüntetésével, tehát ki csinálta, mivel csinálta, mikor csinálta, az minden felvételen ott lesz, de hogy ezt mi oda kitehessük, hogy lám-lám, milyen szép képeket lehet a Csillagdában csinálni, illetve Csillagda reklámozásához fel tudjuk használni. Természetesen a felvétel szerzői joga az a szerzőjé. Mi csak annyit kérünk, hogy ezt használhassuk, bemutatni, hogy itt milyen klassz észlelések folynak. Ingyenes, ezért egyelőre pénzt nem fogunk kérni senkitől, hogyha ott egy normális észlelési programot akar csinálni, akkor jöjjön és csinálja. Aki csak érdeklődő, tehát szeretne mondjuk kukkolni, belenézni a távcsőbe, akár hosszabb időre, ugyanúgy, ahogy piszkésen is fogadunk csoportokat előre bejelentkezés alapján, ugyanúgy itt is fogadunk majd csoportokat előre bejelentkezés alapján, ennek lesz egy belépődíje, ahogy a Polarisban, illetve ahogy bármelyik bemutató csillagvizsgálóban van, és akkor bárki jöhet nyugodtan, hozhatja aputanyú gyerekeket, és bele lehet nézni, használni lehet, kívánni lehet, hogy mit akarunk megnézni, stb. Tehát ez egy közszámára nyitott csillagvizsgáló lesz ilyen értelemben. Szeretettel várunk mindenkit!